magához ez. Azt mondja, Lacus, adjon ezt oda neki máma. Itt a László. Na szóval ez egy TGB RS303 50-es, azaz 50 köbcentiméteres kis motorocska. Megmondom őszintén, nem sokat tudok róla, azt sem, hogy mikor évjárat, mert akitől vettem, azt se tudta. Mert nem tudta és kész. Na, lényeg a lényeg, hogy egyébként szerintem, de ebben nem vagyok biztos, hogy utána fogok nézni, de szerintem ez egy valami Suzuki koppintás vagy licensz lehet, mert Suzuki van olyan motorja, ami RS303-as, és ezért aztán felmerül bennem a gyanú, hogy ez valamilyen Suzuki koppintás. Amúgy egyébként a motor, azt leszámítva, hogy párszor megborították, itt lehet látni, egy picit megvan, kicsit karistolva, úgy egybe van. Az igazság az, hogy a porlasztót tőlünk vették hozzá, mert most a Piaggio Sfera porlasztója van benne, ha jól emlékszem, automata szivatós egyébként. És akkumulátort is tettem bele, úgyhogy elvileg pöccöntésre indul. És hát kijöttünk ide a mezőre, mert Lacus azt mondta, megnézzük, hogy hogy porzik utána mindenféleség. Itt ez búza, az hát. És látjátok, el is nyújt a motor, még nem figyeltem. És mondjuk elmegyünk vele egy kicsit most motorozni, de akkor szedd le standardről. Egyébként 50-es lévén, és nem rendszámos, van hátsó lábtartó, csak kapaszkodó nincsen. És hogy majd Lacusnak belekapaszkodunk a faszába, vagy nem tudom, valamit megfogunk rajta. Jöjjöjjöjj! Ja, egyébként elő tárcsafékes, úgyhogy elfben meg lehet vele állni. Gyakorlatilag most inkább nem próbáljuk ki, mert buza táblán pofára esni szar lesz. Áááá! Csúszik! Hát nem kéne ezt csinálni. Úgyhogy megy ez, mint a golyó, csak meg... Csak én attól félek, megmondom őszintén egy ilyen motortól, hogy nem túl márkás. Szóval mondjuk én magamnak ilyet nem nagyon vennék. De feltételezem, hogy valószínűleg egy ilyen gép 100 000-kel olcsóbb, mint mondjuk egy másik. Mint mondjuk egy Suzuki vagy egy Yamaha. De látjátok, azért megy. Nézegettük aszfalton. Most miért állítottad le? Befejakadt a gáz, baszod. Mi? Befejakadt a gáz. Na erről beszéltem, hogy a László ráül egy motorra. Ráül egy motorra. Na jó, támaszd is le. Múltkor fül mögém, ja ezen motorra. Elmentem a Latusért, fölült mögém, tönkrement a kilométer óra. De azt képzeljétek el, ahogy leszállt, rögtön megint működött. Ki se bírja támasztani. László! László! Jaj, bazd meg. Úgyhogy egyébként nincsen menne túl sok kilométer. Itt lehet látni, 3910 valamennyi. És mondom, a motor sem túl öreg. De! Mi lenne, hogyha most a videón nem égetnél tovább? Tehát azon túl, hogy tönkretetted, a gázbóvdennyét, azt nem tudom, miért akadt föl, majd mindjárt megnézem, de azon túl, hogy tönkretetted a gázbóvdennyét, és különben is neked semmilyen motort nem adok. Tehát, és akkor azt mondja, hogy adjam neki kölcsön, hagyj menjen vele ezzel dolgozni gyakorlatra, de nem adom neki oda, mert látjátok, egy picit meghúzogatja a gáz, és már túlhúzza. Na mindegy, mindjárt megcsináljuk, aztán hazamegyünk vele. Szóval ezekkel a képsorokkal szépen el is búcsúzunk. TGB 303-as. Na, szevasztok és szevasz László!